Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Január 5-én került sor a plusz 35-ös ligába tartozó Max Autó és a Jó Öreg Barátok találkozójára a téli teremlabdoró bajnokság keretein belül. A most következőkben a két csapat mérkőzését tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk!
következő felvételünkön a 2005-ös augusztus 20-a ünnepségen tartott Szentmise, illetve kenyérszentelés ismétlését tekinthetik meg. Oh, Lord, my God.
az emlékdákon elemelezése következik, annak felszentelése, megkérem tisztelet első díszpolgárát, hogy lepezze le a két plébánosnak a tábláját. Könyörögünk mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy emlékezzünk elődeinkre, feliratok, festmények, képek alatt. Valahányszor testi szemünkkel tájékozódjunk, cselekedeteinkről elmélkedve, életünk példáját kövessünk, és forduljunk hozzájuk imádságunkban. Kérünk, áld meg ezt a táblát, amely az első két plébános emlékét őrzi, és juttasd mindazoknak eszébe, hogy nemüket olvassák, hogy értem és értük áldozták életüket. A mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak, Szentlélek áldása szálljon rájára, és maradjon rajta mindenkor. Amen. Ünnepi Szent így az egyházi régió központja lett, megelőzve más városokat. Legyünk erre büszkék, de méltóak is. Kövesdi Zsolt budapesti születésű atya, aki majd a szentbeszédet mondja, a tanári pályán cserélte föl a lelki pásztori munkával. Szabadon feljelentő atya, aki a szentmisét mondja, makói születésű, és a zenei pályát áldozta fel, hogy hivatást kapva Isten szolgálatára adja életét. Köszönjük most őket az egyházközség szavaival, szeretettel látjuk örömben Zsoltér atyát is, aki figyelni jön tiszteletre. Thank you.
Hadd most mielőtt megint a dolog. Kedves testvéreim, a mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bátjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent utait. Jó napot! Isten, te szent István király, itt a földön országunk.
fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendeim. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg mindenmet, ne távíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, vagy ahogy el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal virgadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket, soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megvedi őket, gyógyulás az egész testnek. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőled indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajka hármasságát. Egyenes előre nézel a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra, ne térj le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Amely szívünk megáltalkodottságának következik.
az összedőlt és nagyon kalmaz lett belőlem. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta a tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írásból. Ezek az evangéliumok igéjét. Mert tudta, hogy csak Istenre és a szeretet törvényére
és minden más csak ezután következik. Ez az első és legfontosabb fiam, hogy jó uralkodó lény, írtam fiám. Tudjuk, hogy Imre herceg nem lett király, fiatal halála miatt. De ha rátekintünk István örökségére, családjára, az Árpád házra, ha jól tudom, 12 szentet és boldogot tisztelhetünk köztük. Erzsébet, Jolán, Kinga, Szent László, és persze fia, Imre, feleségét a boldog között tisztelhetjük. Ez az ember valami nagyon fontosat hagyott ránk, nagyon fontos örökséget bízott ránk. Olyan örökséget, amelyet nem esz meg a moly, nem tesz tönkre az idő, nem rág meg az egér. Ez az örökség örök, az a kérdés, hogy tovább hagyjuk el. Az örökség azért örökség, mert hagyományozódik. Valakitől kaptuk, valakinek tovább hagyjuk. Ha földekintünk az oltárképre, akkor rögtön értjük, hogy milyen örökség az, amit István rám bízott, mert továbbadta a fiának és a családjának. Mi a mi örökségünk? Mi a mi egyéni, mi a mi családi, mi a mi városi és nemzeti örökségünk? Tegyük föl magunknak a kérdést. A saját családomra gondolok, akkor két példát szeretnék felmutatni az ősöktől. Az egyik déd vagy ükapámra mesélte nagymamám, hogy hát egy csélcsap legény volt. Szerette a szórakozást, evett, ivott, mulatozott, minden nap szerencsejátékot játszott, ha jól emlékszem, kártyázott, vagy kockázott már ez, erre nem vagyok biztos. Minden esetre az egyik este eljátszott az egész vagyonát, eljátszott a házát, úgyhogy feleségével és gyermekeivel költöznie kellett. A másik nagymamám az édesapjával mesélte, hogy ő volt a Törlei pezsgőgyárosnak az első pincemestere. Ez az ember volt az egyetlen alkalmazottja a Törlei gyárban, aki tudta a pezsgőgyártásnak a titkát. Mert megbízható ember volt, összeszedett ember, megbecsülte a jó munkáját, mindig lehetett rá számítani, és a családjára fordította a szabad idejét. Örökség. Minden örökségben van olyan is, ami szomorú, amit talán nem nagyon szeretünk felidézni. De minden család örökségében van olyan is, amire büszkén föltekinthetünk, amit megköszönhetünk az ősöknek. Érdekes ellentmondása az életnek, hogy a beszédem elején idézett apró imádság abból a családból érkezik, ahol elinte a vagyonát az egyik ősapám. Minden családból érkezik szent és örök, és minden családból érkezik valahol olyan, ami azért fontos örökség, hogy úgy tekintsünk rá, mint ne kövessék. Mi a saját családunk öröksége? Kiktől származunk? Honnan jövünk? És ők mi az, amit átadnak nekünk, amivel mi magunk is élhetünk? Ez az fajta örökség választható örökség. El is utasíthatjuk akár, nevezvén kenyérfesztiválnak, régészeti emlék Ustszafadnak, Sipkának vagy versenyének. De nevezhetjük imádságnak, amin keresztül megtanítjuk a gyermekeinket, amin keresztül nevezhetjük a gyermekeinket az igazi hitbe, nevezhetjük királyi fejlésznek, szent koronának, mert rámutat arra a valakire, akire érdemes építeni világi országot és hazán, és nevezhetjük szent jognak, mert tudjuk, hogy kire mutat, ki az, akihez elvezet bennünket, és ki az, aki átad nekünk. És nevezhetjük
íget és kenyér ünnepének a mai napot, mert véget ér az aratás, és az új kenyérbe kóstolván az igazi eredelre, az igazi élő kenyérre, az önmagát nekünk ajándékozó Isten fiára gondolunk, és ezért lehetünk örömmel kezünkbe a frissenség kenyere. Mert csak a mi családunk tudja, hogy az a keszthegyefa levél arról az útról származik, amit minden vasárnap mentünk templomba. Ha ez az utolsó keszthegyefa levél, édesanyám halál előtt vittük be neki a kórházba, örömmel. Ez volt számára az örömhír, és megőriztük ezt a keszthegyefa levelet, mert az ő örökségére így emlékezünk. Miért fontosak nekünk ezek a tárgyak, ünnepek, szimbólumok? Mert mutatnak valakit, elvezetnek bennünket valakihez, felemelnek bennünket valahová. Örökség. Mi a mi örökségünk? Takarékvetétünk, ékszer, kocsi, lakás. Egy alkalommal, amikor nagymamám kórházba került, nehezen beszélt már, és a végén már csak egy-két szót mondott édesapámnak és nagybátyámnak. Ez egy-két szó idő után már csak az volt, hogy fotel, párna. És nem értették, hogy miről akarom annyi beszélni. És elhatározták, hogy bemennek a lakásba, és megnézik, mit rejtett ez a kényelmes, széteső fotel, amiben még otthon szeretett üldögélni. Édesapám és nagybátyám elmentek a lakásba, elképzelni se tudták, hogy mi van benne, talán a nyugdíja, talán a takarékvetétkönyv, talán a aranygyűrű, nem is tudom micsoda. És amikor felemelték az időpárnáját a fotelnek, egy gyűrött, mondhatni diszkos vagy koszos papíros került ki belőle. Ezen a papíroson három mondat szerepelt. Jézusom, szeretlek téged, Jézusom, fogadj el engem, Jézusom, emelj magadhoz. Ez rádöbbentünk arra, hogy ezt a három mondatot az öles nagybetűvel valószínűleg szemüveg nélkül már akkor írta föl, amikor panaszkodott arra, hogy elfelejti a mi atyánkat, beleharaszik a rózsafűzérbe. Ez nagyanyám örökség, amit rám adott. Olyan örökség, amire életet lehet szentelni, olyan örökség, amit tovább kell adnunk. Tegyük föl magunknak a kérdést. Mi a mi valódi örökségünk? Hogyan erre az örökségre. Tovább adjuk-e az utánunk jövő nemzedéknek. Elhiszik-e, hogy erre lehet országot, nemzetet, hazát építeni, amilyen
István király közbenjárására, áldja meg nemzetünket.
És ez
Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, a Szent Apostolokkal, Szent István királlyal, magyar szentjeinkkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Thank you.
és higgyék el a Jézus szenvedésével, egyesültünk szenvedésével, akkor jó papjai és jó vezetői lesznek. Ezért is köszöntjük, és köszöntjük nekik nehéz óráikban, amikor szenvednek. Most mielőtt Jézus szenvedésnek történnek, szokások szerint kérem,
szépen, hogy szót kaphattam, és még egyszer nagy tiszteletben invitálom őket felvonulásra, majd a Bocs Strandfürdő területén, arra a nemség sorozatra, ahol mi tiszteletjét ünnepelünk a magunk módján, a magunk szeretetére. Dicsértessék Jézus Krisztus! Thank you.
Yeah.
következő adásunkat január 15-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaici magazin műsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!